tudjátok, mi van? Gyufaszálat senki sem kapott karácsonyra, ajándék azonban mindenkinek jutott abból a csomagból, amelyet a székesfehérvári diákság gyűjtött össze a nehéz sorsú gyermekeknek. Szeretek olvasni sokat, otthon is sokat, főleg az ilyen természete, védelmiset, meg az ilyeneket. Ezeken a felvételeken az látszik, ahogy megvalósul a székesfehérvári diáktanács gyufaszál akciója. A fiatalok a hónap elején egy-egy gyufaszállal kezdték a gyűjtést, és ezeket cserélték a jó szándékú árusok, eladók és járókelők különféle tárgyakra. A diáktanács elnöke szerint sikeres volt a megmozdulás. Szerintem remekül sikerült, nagyon élvezték azt is, hogy cserélhetnek dolgokat, viszont azt is ugyanúgy az is élvezte, akitől cseréltük a dolgokat. Nagyon csodálkozva néztek először, hogy így járunk körbe, viszont nagyon megtetszett mindenkinek. A város ifjúsági tanácsnoka is pozitívan értékelte a fiatalok akcióját, hiszen, mint Mészáros Attila mondta, a jó úgy érdekében összefogott a város egész diáksága. A diáktanács tavaly előtti létrejötte. A legfontosabb célja az volt, hogy az érdekképviseletet megtegyék városi szinten, de mellett nagyon fontos, hogy olyan jellegű programokban is részt vegyenek, amelyekkel jelzik, hogy kis a közösség részei itt Székesfehérváron, és azt gondolom, hogy ez az adománygyűjtés akció, ez pont ezt a célt szolgálja. A diáktanács első alkalommal szervezett adománygyűjtést, a szervezet vezetője azonban azt szeretné, ha sok hasonló megmozdulásnak lehetnének részesei.